Női labdarúgás a városban. Bejelentette új szakosztályát az FC Nagykanizsa. Új kerékpárok és gépjárművek. Több fejlesztés is megvalósult Murakeresztúron. Autizmus világnapja. Több programmal készültek az autista gyermekeknek és családjuknak. Jó estét kívánok, Kozma Viktória vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója március 30-án, szerdán. Lássuk a részleteket. Felújították a Petőfi út melletti járdát, átadtak 10 kerékpárt a lakosoknak, valamint a helyi polgárőrség is új autókkal végezheti a munkáját a jövőben Murakeresztúron. A fejlesztéseket ma délelőtt az önkormányzati épület előtt mutatták be a helyieknek. Az új kerékpárok és gépjárművek már a hivatal előtt sorakoztak, hogy a murakeresztúriak szemügyre vehessék őket. A rendbehozott járda évek óta nagyon rossz állapotban volt, ezen kívül a helyi kavicsbánya miatt az úttesten óriási a kamionos forgalom, és így veszélyes volt a környéken gyalog közlekedni. Tudtuk meg Polgár Róberttől, a település polgármesterétől. Nagyon sokannak megkönnyebbült a közlekedése, biztonságosá vált, mert lehet használni a járdát. Most a mindkét oldalon van járda, és az egyik oldal nagyon rossz állapotban volt, amit kijavítottunk, tehát az nem lehetett használni gyakorlatilag. Másik oldal még használható, de így két oldalról teljesen tudják használni a gyerekek is biciklivel, már szokták mondani, hogy ne nagyon kerékpározzanak biciklivel járdán, de a forgalom miatt mindenképpen itt ajánlatos. A fejlesztések kapcsán Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, a kerékpározást emelte ki, mivel úgy véli, hogy kulcs szerepet játszhat abban, hogy a régió turizmusa, és főleg a kerékpáros turizmus fellendüljön. Az itt élő emberek kibérelhetik, elvihetik, akár családok is, hisz pontosan azért van itt kicsit idősebb gyermekeknek és kisebb gyermekeknek is kerékpár, hogy ne csak az aktív turizmust, vagy éppen az aktív tevékenységet szerető, sportolást szerető felnőttek tudjanak ezzel a lehetőséggel élni, hanem akár családok is majd, akik későbbiekben mondjuk őrtilos irányából idejönnek, és meg akarják nézni ezt a vidéket kerékpár segítségével is. Polgár Róbert elmondta, hogy a Murakeresztúri önkormányzat következő célja, hogy a kamionforgalmat csökkentse a településen. Versenyek, koncertek, játszóház és különböző kézműves játékok várják az autista gyermekeket és családjukat az Alapítvány az autista gyermekekért szervezésében az Autizmus Világnapja alkalmából. A rendezvényt április 2-án szombaton a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság egyetemi központban tartják meg. Az esemény fővédnöke Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke lesz. A programon jelen lesz Porai Gyula nagykanizsai paralimpikon, Kardos Ferenc, a mozgáskorlátozottak nagykanizsai és vidéke egyesület elnöke, és Kuruc Csaba, ülőröplabdajátékos, autista fiatal is. A megnyitó után gyermekkoncerttel kedveskednek a kicsiknek, délután 5 órától pedig kék ruházatban, kék szalaggal közös futással zárják a napot az autista emberekért, az eseményen megjelentek. Április 2-án az Autizmus Világnapján délután 2 órától lesz a Pannon Egyetemen a világnapi programunk, melynek tematikája sport lesz. Nagy örömünkre Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke elvállalta a fővédnökséget, így lesz egy kerekasztal beszélgetés a sport 2 órától. A kerekasztalt követően a Napsugár Együttes lesz a vendégünk, aki a gyerekeket szórakoztatja, 17 órától pedig egy kék szalagfutás, illetve séta lesz. Cseh Zsófia, másodéves mentálhigiénés hallgató, egy különleges meglepetéssel készült az alkalomra. A Mamauti Kávéház című beszélgetésre előre regisztrálva maximum 12 főt várnak április 7-én reggel 9-től 12 óráig az Alapítvány Bajza utcai épületébe. Olyan anyukákat várunk, akik autista gyermeket nevelnek, és egy World Café módszert alkalmazunk ezen a kávéházon. Különböző asztaloknál különböző kérdésekről fogunk beszélgetni, és a program végére pedig az összes anyuka megfordulhat az összes kérdésnél, és utána pedig zárunk, és kötetlen beszélgetéssel folytatjuk. És a kávéházi hangulat pedig garantált. A szombati programok 14 órakor kezdődnek a Pannon Egyetem helyi intézményében. Nagykanizsára látogatott Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke kedden délután. Az esemény házigazdája Horváth Jácint, ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt volt. A helyiek az Ady utcában találkozhattak Gyurcsány Ferenccel.
A rendezvényen Horváth Jácint az ellenzéki pártok összefogásának fontosságát hangsúlyozta, és a jelenlévőket is együttműködésre bíztatta a közelgő választás előtt. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, becsületbeli kérdés valamennyi hazafi számára, hogy a hazát eláruló kormányt leváltsa. Vannak kicsike történetek, meg nagy történetek az életünkben. Az nagy történet, hogy ez a kormány valójában elárulja közös erkölcsünket, kultúránkat, történelmünket, mindazzal, amit csinál, és ideje, hogy azok, akik ezzel a kormánnyal szemben állnak, végre elmondják, hogy nem, hadafias kötelezettségük, hogy zárójelbe tegyük mindazt, ami ebben az országban történt. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. S grafitók. Felújításra várnak az egykori Gábor Áron tüzérlaktanya fali képei. Női labdarúgás a városban. Bejelentette új szakosztályát az FC Nagykanizsa. Politikai etiketről, politikai szerepvállalásról és a média jelenlegi helyzetéről is szó lesz a kibeszélő ma esti adásában. A közéleti magazin műsor vendégei a közelgő választás előtti nagykanizsai eseményeken keresztül boncolgatják a témákat a Kanizsa Médiaház stúdiójában. Az utóbbi hetekben és napokban a város több pontján tapasztalható volt az ellenzéki plakátok rongálása, vagy akár eltűnése különböző helyszínekről. Horváth Jácint az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje szerint ez csak azt bizonyítja, hogy vannak, akik félnek az ellenzéktől. Látszik, hogy nem tetszik nekik, hogy más is van a porondon, és más is látható ebben a kampányban. Félnek, nagyon félnek, van mitől félniük, de mi azért kitartunk és kiállunk amellett, hogy igenis mi is szeretnénk ott lenni a tereken, láthatóak lenni a tereken, és igenis szeretnénk azt, hogyha látják a választók, hogy van alternatíva, reális, valós alternatíva. A szélsőséges viselkedés és a média kirekesztése korábban nem volt jellemző a politikai életre, ahogy azt Göndör István volt országgyűlési képviselő tapasztalta. Mint arról március 26-ai híradónkban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök látogatásáról Nagykanizsa polgármesterének személyi titkára kitessékelte a médiaház munkatársait, mondván, hogy az esemény nem sajtónyilvános. Közvetlenül utána is odajött egy férfi, nem mutatkozott be, illetve hát nem is tudjuk azóta se, hogy ő ki volt, mert nem is volt feltüntetve, hogy ő kicsoda, vagy milyen címszó alatt igen vett részt a rendezvényen, és ő elismételte ugyanezt a mondatot, és igazából mi annyit válaszoltunk a kollégáimmal, hogy hát úgy látjuk, hogy más sajtó is készíthet felvételeket, meg jelen van, és akkor mondta, hogy hát a Kanizsa TV legyen szíves kifáradni. Göndör István hosszú évekig dolgozott politikusként a nagykanizsai testületben, majd a parlamentben országgyűlési képviselőként. Jelenleg már nem aktív ezen a pályán, de folyamatosan nyomon követi a híreket, és fontosnak tartja, hogy egy újságíró feltehesse a kérdéseit a politikusoknak. Számomra az újságírói hivatás az arról szól, hogy gyorsan, korrektül tájékoztatom minél előbb az olvasókat, legyen televízió, tévénézőket, tehát azt, aki a híreket fogyasztani akarja, de hitelesen, az igazságról. Sőt, elmegyek olyan messzire, hogy az az újságíró dolgozik jól, aki felkészül a meghívott vendégből, vagy az adott témából, hogy a vendégnek bizony izzadjon a homloka, mert az újságíró azokat a kérdéseket teszi föl, amit mi az utca embere tennénk föl. Tehát ő helyettünk kérdez. Ő megfelel annak, hogy minket hitelesen tájékoztasson. Most tessék belegondolni, hogy mi van most. Hát most a fejétől bűzik a hal. A teljes beszélgetés nézőink a 19 órás hírblokk után, valamint YouTube csatornánkon is megtekinthetik. Egy rendkívül zenés irodalmi estre várták a kultúra szerető közönséget kedden Kiskanizsán. A tavaszi művészeti fesztivál programján Parti Nagy Lajos író és Lukács Miklós cimbalomművész invitált a közös utazásra a Nagy Érdeműt. A Párbeszéd című estel a Móri Zsigmond művelődési házban folytatódott a művészeti fesztivál rendezvénysorozata. Egymást erősítve és kiegészítve adta át művészetét a színpadon a két neves alkotó, Parti Nagy Lajos és Lukács Miklós. Ő játszik, én meg mondok mindenféle szövegeket, és ezt én remélem, hogy minél többször tudjuk majd ezen túl is csinálni. Valahogy hogy összeáll, különben is a címvalom az egy olyan különleges, egészen rendkívüli jószág,
hogy csak örülhet az irodalom, hogy a címbalom közelébe lehet, meg hát ilyen zenészek közelébe, mint a Lukács Miklós. Lukács Miklós korábban már játszott a költő verseire írt zenei darabot, így ismerte meg személyesen az irodalmát. A közös munka gerincét a próza adja, melyhez a címbalom művész hozzáigazítja a főként improvizatív zenei világot. Én azért szeretek mindig költőkkel, írókkal dolgozni, mert szeretem egyrészt beleélni és belelátni magam az ő költeményeikbe és az írásaikba, és ahhoz képest a zene engem elkezd vinni valahova. És természetesen nyilván mindig más, mert más hangulatban olvassák fel, éppen aktuálisan, amilyen napjuk van, ahogy gondolkoznak, és hát ezen hatással van rám természetesen. Az est így lett a művészek és a művészetek párbeszéde, a szöveg és a zene közös utazása. Országos szinten is egyedülálló alkotások, így már csak a reklámerejük miatt is érdemes lenne felújítani az egykori Gábor Áron laktanyas graffitóit, Ludwig Zoltán festőművész szerint. Az épületet ugyan kívülről rendbe tették, de a fali képek javítása elmaradt. Ludwig Zoltán stábunknak azt is elmondta, az állványozás nem lenne olcsó, de a graffitók restaurálását minimális forrásból meg lehetne oldani. 1932-ben Meggyaszai István tervei alapján készült a Gábor Áron tüzérlaktanya. Az egykori legénységi épületet díszítik a honfoglaláskori jeleneteket megidézős graffitók. A fali képeket Kaciáni Aladár készítette. A festő munkásságát bemutató adatbázisban Móricz István fotóin keresztül láthatók az alkotások. Sajnos állapotuk meglehetősen leromlott. Én ezeket a fotókat 2015-ben készítettem, és néhány év múlva, azt hiszem 17-ben Dénes Sándor polgármester úr nekem személyesen meg is ígérte, hogy ugye az épület felújításra kerül, és ezek az alkotások is, ami helyi értéket képviselnek, hiszen benne van a helyi értéktárba is, hogy ezek felújításra kerülnek, de hát ahogy nézem, azóta se történt semmi sajnos. Ludwig Zoltán korábban készített graffitókat, ráadásul a festőművész az egykori Gábor Áron tüzérlaktanyában volt katona. Mint azt stábunknak kiemelte, Kaciáni Aladár ügyeskező művész volt, hiszen nagyszerű munkát végzett a fali képekkel. Ez a technika ma már nagyon ritka, Európában szinte kizárólag csak Bulgáriában használják. A graffitó technika egy viszonylag egyszerű technika, de mégis nagyon nehéz, mert a megvalósítás úgy történik, hogy különböző színű vakolatokat kevernek ki, 2-3-4 szint, ahogy a vázlat vagy a terv megadja, és ez úgy kell fölvakolni egymásra, hogy utána vakarásra kerül a felület. Tehát kivakarják mindig azt a szint, ami kell. Hát az a nagy baj vele, mint a freskóval is, hogy nagyon nehéz befutni ezt az időszakot, tehát ha megszárad, akkor már nem lehet tovább csinálni. Legutóbb 2008-ban foglalkozott a Kanizsa újság a megmentésre város graffitókkal. Akkor Balogh László, mint bizottsági elnök úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy az ingatlan értékesítése során is meg kell védeni a fali képeket. Az egykori laktanya ma egy Preksen László által vezetett cég tulajdonában van. Kerestük a vállalkozót is, akitől megtudtuk, készült pontos tervezet az alkotások felújítására. Szerettünk volna interjút is készíteni Preksen Lászlóval, de az első egyeztetésünk óta nem reagálta megkeresésünkre. Visszatér a női labdarúgás Nagykanizsára. Az FC Nagykanizsa bejelentette új szakosztályát a keddi sajtótájékoztatón. Az Egyesület női csapata az NB2 nyugati csoportjában szerepel a 2022-23-as idénytől, valamint két lány utánpótlás csapat és egy női futszál csapat is indulni fog a következő szezonban. Korábban évekig működött városunkban a Zicser SE, amely a másodosztályban, illetve a megyei bajnokságban szerepelt, ám a jelenlegi szezonban nem tudott elindulni egyik pontvadászatban sem. Az új szakosztályban fontos szerepet kapnak a fiatalok, hiszen két utánpótlás bajnokságban is szerepel majd a kanizsaiak korosztályos gárdája. Ráadásul a játékosok a másodosztályú női futszál bajnokságban is bizonyíthatnak majd.
Nagyon hosszú ide óta gondolkodtunk azon, hogy a női labdarúgás hogy lehetne ide bevonni. Ugye azért ennek vannak tárgyi feltételei, anyagi feltételei, személyi feltételei, és igazából most jutottunk el Benedek Józseffel odáig, hogy a következő versenyidőszaktól, tehát 22-23-tól el tudunk indulni a női labdarúgásban. 14-16-os utánpótlás bajnokságban, ebben a felnőtt regionális bajnokságban, illetve a felnőtt futsal bajnokságban. Kovács Tamás híradóinknak elmondta, hogy az új szakosztállyal kapcsolatban egyelőre nem fogalmaztak meg hosszú távú célokat. A lényeg, hogy a csapat összeszokjon és stabilan szerepeljen az MB2-ben. Az ittszerese keretéből megmaradt 10 játékos az idei szezonban. Az Ada Nova SE-ben futballozott kölcsönben, a következő szezontól viszont visszatérnek Kanizsára, és az épülő csapat gerincét adják majd. A felnőtt csapat vezetőedzője Benedek József lesz, de a csapatot erősítő Szollár Bernadett, illetve Domján Péter is edzői feladatot kap majd a csapatoknál. MB2-es szinten azért tudjunk elindulni, ez az egyik alap. Ugye a másik, ami nagyon fontos, a 14 és a 16 éves korosztály, aminek az alapjait leraktuk, és ők gyakorlatilag mind a két csapatba tudnak részt venni futballozni. Tehát létszámban vagyunk úgy, hogy az utánpótlás az most itt pillanat erősebb, mert idáig az ővelek dolgoztuk fel, mert csapatunk nem volt. Az új nagykanizsai női futballcsapat debütálására a következő szezont megelőző felkészülési időszakban kerülhet sor. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Női labdarúgás a városban. Bejelentette új szakosztályát az FC Nagykanizsa. Új kerékpárok és gépjárművek. Több fejlesztés is megvalósult Murakeresztúron. Autizmus világnapja. Több programmal készültek az autista gyermekeknek és családjuknak. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 30-án, szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen a 19 órai hírblokk után jön közéleti magazinműsorunk, a Kibeszélő. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!